Köszöntöm a Keresztúri Kincsestár és Közösségi Tér átadó ünnepségének résztvevőit. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Néhány gondolat László Gyula Múltukról utódainknak című könyve első fejezetéből. Akár csak testünk még ember voltunk előtti időre emlékezik, akként élteti műveltségünk, beszédünk, munkánk, szellemünk és eszközeink sora az ősök évtizedes erőfeszítései. Valamilyen csodás képességű kutató egyetlen élő emberből és eszközeiből ki tudná nyomozni az emberiség egész múltját. Ami volt, nem múlt el, hanem észrevétlen, tudattalan munkál munkánkban, eszmél eszméletünkben. Ha azonban nem elégszünk meg ezzel a rejtetten ható múlttal, és a régi korok leletei alapján ki akarjuk kutatni az elmúlt idők emberének életét, akkor munkánk tele lesz nehézségekkel, csapdákkal és tévedésekkel. Mindannyian, akik a messze múltat akarjuk felidézni, ingatag talajon állunk. S csak arról lehet szó, hogy az egyik feltevés szilárdabb, többet magyaráz az adatokból, mint a másik. Végül is, a múlton keresztül önmagunk megértése felé keressük az utat. Szép napot kívánok mindenkinek! Amikor elhatároztuk, hogy a magyar kormány által meghirdetett programban részt veszünk, eltöprengtünk rajta, hogy mi is lehet az a cél, mi is lehet az az ügy, amely nem csak a térségnek, hanem Bodrogkeresztúrnak is fontos lehet. Egy dologban egyetértettem, akikkel beszélgettem, hogy az a gazdag történelmi múlt, melyel településünk rendelkezik, megérdemli azt, hogy ezek az emlékek kapjanak egy olyan teret, kapjanak egy olyan lehetőséget, hogy találkozzanak a mai élő emberekkel. Sokáig gondolkodtunk, hogy milyen formát adjunk ennek az egész gondolatiságnak. Szintén sikerült hamarzöldágra vergődnünk azzal a megfogalmazással, hogy nem akarunk múzeumot, hanem teret akarunk. A mi kincseinknek akarunk teret. A jelenlévők közül szinte mindenki kapott meghívót. És ez a meghívó is azt sugalmazza, azt üzeni, hogy itt és most a mi kincseinkről fogunk beszélni, a mi kincseinkkel fognak a látogatók találkozni, és ez a találkozás nem csak a felnőtt ember számára fontos, hanem a gyermekek számára. Azt gondolom, hogy szinte fontosabb, mint a felnőtt ember számára, hogy oda tudjon menni ahhoz az évtizedes vágyhoz egy Bodrogkeresztúri általános iskolás korú, de egy óvodás, amit mi felnőttek mind a mai napig csak hallomásból ismerünk, amit úgy hívunk, hogy a Dereszla kincse. Mi ez? Olyan jól hangzik. A Lénárd féle monográfiával a szépen ír róla az állami tanító úr. És itt és most, igaz másolati formában, de teljes mértékben hülyen, meg lehet tekinteni. De meg lehet tekinteni a részkori kultúrakör régészeti anyagát is. És sok minden más. Jó barátom, az Átót József majd erről fog komolyabb három mondatot szólni. Nem akarok semmiképpen előni előle a szakmaiságát a dolgoknak.
Tehát, mivel olyan sok rétű ennek a két térnek, mert ne csak a kincses tárról beszéljünk, hanem említsük szót, vagy váltsuk, vagy említsük fel a közösségi terünket is, amelyik úgy vonult be a mai élő embereknek az emlékezetébe, hogy bizony az általános iskolában még ott volt a gyakorlati oktatás László Rudolf tanárbácsival. Ott faragtuk a virágkarókat, és ott huncutkodtunk. Aztán ugye volt egyfajta szolgáltatási funkciója is, amikor vinotékaként funkcionált itt ez a három helység. És akkor én azt gondoltam, vagy azt gondoltuk, hogy érdekes és izgalmas lehet, ugye, mert van hegyaljának egy hívó szava, ami nem más, mint a pince. Hát a hegyalján nem lehet semmi más csinálni, csak a pincére gondolni, mikor eljönnek az emberek. És akkor azt gondoltuk, hogy olyan teret alakítsunk ki, amikor eljönnek a barátaink, eljönnek a vendégeink, netán valakinek az üzletfelei, legyen egy olyan elegáns, nem a luxus irányában mutató, modern tér, ahol le lehet ülni, jót beszélgetni, azt nem mondom, hogy megváltani a világot, mert azért ahhoz egy picit kevesek vagyunk, de mindenképpen egymás szemébe nézni, gondolatokat kicserélni, és ugye megvárni azt, amikor azt kérdezik egymástól, hogy hogy vagy, és akkor megvárni tisztességgel a feleletét, és beszélgetni a sorsáról, és ahol tudunk neki, ott próbáljunk meg segíteni természetesen. Egyik gondolat mégis be is fejeztem. Abban is egyetértettünk, hogy a településünknek az a fajta tevékenysége, amelyet úgy lehet összefoglalni, hogy testvértelepülési mozgalom, vagy testvértelepülési kapcsolatok. Az kellett nagyon pontosan bemérnünk, hogy meg tudjuk szervezni azt, hogy mind a négy testvértelepülésünk delegációja itt legyen, és együtt örüljön velünk. Híresen tudja mindenki, hogy ezek a kapcsolatok nem a település vezetőknek a ide-oda utazgatásáról szól, hanem már régen ott tartunk, hogy a nyugdíjasaink voltak a francia település, testvértelepülésnél. A fiatalok most nyáron voltak Franciaországban, 14-en élő kapcsolatok vannak. Nekünk ez nem fontos már bocsánat, de nem úgy nem fontos, természetesen fontos, de nem elsődleges célja ennek a kapcsolatnak. A jövő héten jönnek a maroskeresztúri gyermekek, hisz most adósak vagyunk, mert a múlt évben mi voltunk ott, a mi gyermekeink, és a jövő héten jönnek a maroskeresztúri gyermekek. Mondják, hogy az Isten Tokaj hegyalját a jó kedvébe teremtette. És milyen szép időt adott. Én csak annyit szeretnék kérni a jelenlévőktől, hogy érezzék jól magukat ebben a rövid időben, és aki úgy gondolja, hogy nem tudta befogadni az összes látványt itt most, térjen vissza, jöjjön el máskor is, jöjjön egyedül, és egy kicsikét ábrándozzon el, gondolkodjon a világ során. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat, és teljes komolyan szeretném elmondani azt a mondatot is, hogy tényleg kellő tisztelettel köszönjük meg a magyar kormánynak a forrásnak a biztosítását. A tábla egy picikét, hogy mondjam, csalóka, amelyet itt a dufalt alatt látunk, nem a Bodrogkeresztúri beruházás összege 2,3 milliárd, hanem a 27 Tokajhegyei településnek van ez a kerete. A Bodrogkeresztúri beruházás teljes költsége mindenféle fajta a pályázati úton szükséges előírások mentén 100 millió forint volt. Ez a helyes és ez a pontos szám. Nem tudom, megengedjek-e magamnak egy humort, de hát majd legfeljebb kacsítanak rám, hogy nem kellett volna mondani, de hát én csak elmondom, mert ezzel élek, ezzel kelek, és most már azért eljutottunk a szabad így mondani a humor oldalára is a dolgoknak. Tehát most nem 40 centivel mentünk fel a föld felszínére,
hanem 2 méterrel mentünk le a föld felszínétől, és merem remélni, hogy mindenki ebben a 2 méterben mélyben meg fogja találni azt az igaz élményt, amit a tervező, a koncepció elgondol, kigondolói, a megvalósítók, akiknek itt most szeretnék köszönetet mondani, talán belefér egy elnézéskérés is, hogyha veszekedtem velük, vagy éppen kicsit morcos voltam, vagy hevesebb voltam, de higgyék el, az ügy miatt volt. Mert a kitűzött dátum, üzönvizen szerettük volna tartani, és az a dátum a mai nap 3 óra. És itt vagyunk. Egyszer már voltunk ezen a téren, amikor a faluházat avattuk, az újjáépített faluházat, és itt most ez a másik beruházás, merem remélni, hogy legalább olyan színvonalon, legalább olyan kedvesen és olyan komolyan fogja szolgálni településünk lakóit, illetve az ide látogatókat. Kellő barátsággal és tisztelettel szeretnék elnézést kérni, ha néha kicsit megbicsaklott a hangom, meg hogy egy picit hosszabban beszéltem, de hát az élet már csak ilyen. Köszönöm szépen! Tisztelt főtisztelendő urak, képviselő úr, kedves vendéglátó Bodrog keresztúriak, vendégdelegáció tagok. 16 évvel ezelőtt kezdődött településeink kapcsolata egy szomorú esemény folytán, és nem gondoltuk az első pillanatban, hogy egy ilyen gyümölcsöző együttműködésnek lehetünk részesei, és válhatunk részeseivel. Amikor elindultunk az úton, akkor még csak Bodrog keresztúr és Balaton keresztúr karba öltve, kézen fogva indult, azonban az idő folyamán egy nagy közép-európai együttműködésnek, a keresztúroknak a nagy családjának lettünk vezérei, indítványozói, kezdeményezői, és nyugodtan mondhatom polgármester úrral a mai napig ennek a történetnek az alakítói. Mindez nem jöhetett volna létre, ha mi akkor nem találkozunk. Az első pillanatban, amikor mi először beléptünk a település határába, ezt mondtuk, hogy ilyen nincsen, ugyanis ehhez egy kis adalékot szeretnék mondani. Mi a Balaton partján egy olyan település vagyunk, ahol 8 km hosszúságban az utca egyik oldala hozzánk tartozik, a másik oldal meg Balaton-Mária fürdőhöz. És ahogy itt a vasútállomás környékén megláttuk a táblát, azt mondtuk, hogy messziről jöttünk, de hazaértünk, mert itt is ugyanaz a helyzet, és szerintem az országban nincs még 2 ilyen település, ahol ilyen viszonyok vannak. És ez az első impulzus és az azt követő találkozás, azt mondom, hogy több mint egy évtizedre, de én úgy gondolom, hogy sokkal hosszabb időszakra megszabta azokat az együttműködési formákat, amelyekről itt polgármester úr is beszél. Nagyon sok közös értékünk van, és ezek az értékek nem csak ünnepeinkor, hanem mindennapjainkban is megnyilvánulnak. Ennek a gyönyörű kiállításnak, amit rövidesen megismerhetünk, mi is egy picit részeseivé váltunk azáltal, hogy a helyi értékeink közül megpróbáltunk egy kicsit hozzáadni. Hozzáadni azok számára, akik még nem jutottak el hozzánk, reméljük, hogy fel tudjuk csigázni az érdeklődésüket, és kedvet csinálunk ahhoz, hogy ugyanilyen verőfényes napsütésben a Balatonparton is minél többükkel találkozhatunk. Köszönöm szépen polgármester úrnak, képviselőtestületnek, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy erre a szép eseményre meghívtak. A megkezdett úthoz és annak folytatásához sok sikert, jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Ça fait bientôt 10 années que nous connaissons Bodrog et Zestour. Számunkra egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehessünk, és hogy ismerjük egymást, megismertük Bodrog keresztül.
Nous avons trouvé ici des amis et un accueil très chaleureux. És itt találtunk barátokat és nagyon szíves fogadtatást. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaisir pour l'inauguration de ce musée et rencontrer les habitants des autres villages. A mai napon már nagyon sok mindenben részesei voltunk, nagyon örültünk, hogy itt lehessünk, és ennek az ünnepségnek szintén, tehát nagy örömmel fogadtuk a meghívását. Malgré la distance, près de 1600 km, nous avons fait 24 heures de voiture, nous tenions à être là. És a távolság ellenére, a nagy távolság ellenére, ami több mint 1600 kilométerre vagyunk egymástól, akkor is nagy öröm számunkra, tehát, hogy itt lehessük, hogy itt vagyunk. Nous avons déjà beaucoup échangé au cours de ces années avec les habitants de Bodrog-Kezestül, avec les jeunes, avec les associations de musique, de vendangeurs. Igen, és nagyon sok csere útunk volt, és nem csak, és kulturális, nagyon sok minden kulturáról szólt, zenéről szólt, táncról szólt egymás között. Une vigne de Tokaj a été plantée chez nous. Nous avons vendangé dernièrement. És nálunk is szőlőt ültettünk, tokaji szőlőt ültettünk, amit Bodra keresztülőtől kaptunk. Une fresque sur un mur a été réalisée avec les jeunes de nos deux villages. És van freskó, ami ábrázolja a két településnek az összetartását. Un échange est prévu à nouveau en 2016 pour fêter les 10 ans. És 2016-ban újra szeretnénk találkozni, mert egy évforduló lesz annak, hogy 10 éve, hogy már testvér települések lettünk. Comme nous l'avons dit lors de la cérémonie du jumelage en 2006, nous continuons à écrire le livre de nos deux villages, Roventavokri et Bodrog-Kezestül. És a 2016-as találkozóval, azzal a ceremóniával, amikor a 10. évfordulóját fogjuk megünnepelni, igenis nagy betűkkel fogjuk beleírni a közös történelmünkbe, a közös barátságunkról. J'espère que les jeunes poursuivront cet échange, cette belle histoire. És remélem, hogy a fiatal generációk igenis folytatják ezt a szép hagyományt, tovább fogják írni. J'ai beaucoup de mal à faire des progrès en hongrois. Je m'en excuse. És elnézést kérek, hogy azóta nem nagyon fejlődtem a magyar nyelvtudásomban, de szeretnék tovább folytatni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Drodzy Państwo, miejscowość Wielopoleskrzyńskie to miejscowość w Polsce w województwie podkarpackim. Tisztelt közönség, drága barátaim, a Wielopoleskrzyńskie delegáció vagyunk. Wielopoleskrzyńskie Dél-Lengyországban található. Mamy przyjemność współpracować z Państwa miastem już od ponad 2 lat. És számunkra nagy megtiszteltetés, hogy a két település több mint 2 éve, hogy együtt működik. Dlatego też mam wielką przyjemność uczestniczyć tutaj w tak wielkim święcie dla Państwa, jakim jest otwarcie tego muzeum. És számunkra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen fontos esemény, mint a muzeumnak a megnyitásán, itt lehessünk, együtt lehessünk. Dlatego też dziękuję Państwu, a przede wszystkim Panu Burmistrzowi za zaproszenie i za możliwość uczestnictwa naszej delegacji. Szeretném még egyszer megköszönni polgármester úr, Major József úrnak a meghívásáért, a település meghívásáért, hogy itt lehessünk, hogy együtt lehessünk ezen a nagy ünnepségen. W imieniu społeczności Wielopolaskińskiego gratuluję Państwa miejscowości i Panu Burmistrzowi realizacji tak wspaniałej inwestycji. Engedjétek, hogy gratuláljak polgármester úrnak, illetve az egész településnek, Bodrog-Kereszt úrnak egy ilyen fontos projektnek a megvalósításához. Szabándor, szerettem volna egy pár mondatot mondani, tud mindig olyan finom borotok van, hogy félek, hogy nehogy a dadogásotól érjen, akkor inkább elolvasom. Tisztelt polgármester úr,
kedves Bodrog keresztúriak, jó itt lenni nálatok. Nagyon jó. A Maros keresztúriak nevében nagyon szépen köszönöm a meghívást ez ünnepére, és a barátságos fogadást. Örülünk, hogy megismerhettük ez alkalommal a Bodrog keresztúri testvértelepüléseket. Remélem, hogy továbbra is a testvéri kapcsolatunk eredményesek és pozitívak lesznek. Gratulálok a szervezéshez, és köszönjük a kellemes pillanatokat, amit itt töltöttünk. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kedves szavakat. Ahogy Mayer polgármester úr utalt rá, egy rövid bemutatót fogunk meghallgatni Átót József úrtól, aki a kiállítási koncepció egyik szervezője. Hogy mondjak el a kiállításról. Ahogy polgármester úr is beszélt róla, nem múzeum volt az elképzelés, hiszen ez múzeumnak egy icipici kis helyiség lett volna, hanem mégis valami olyan kiállítóhelyet, ami tényleg a kincsestár névvel lehet talán a legjobban. Hiszen a kincsestárban vannak nagyon fontos dolgok, meg vannak nem olyan fontos, de személyesen mégis nagyon izgalmas és érdekes történetek is mindenkinek a kincsestárába eltévált. Egy ilyen kincsestárat szeretünk volna létrehozni Bodrog keresztúrban is. Egy kis használati utasítás, illetve egy kis tárlatvezetést engedjenek meg, hiszen ezt a helyiségek sajátossága miatt, hogyha lemegyünk a pincébe, akkor élő szobában nem lehetne megtenni. Induljunk el furcsa módon a legvégéről visszafelé haladva, méghozzá a kincses szobából, ahol valóban kincseket lehet találni, és ott vannak azok a kis gyöngyöcskék, igaz gyöngyök időnként, hamis gyöngyök is vannak talán köztük, de fontos dolog mind Bodrog keresztúr életében, Bodrog keresztúr történetében, és a Bodrog keresztúriaknak fontos kincsek vannak benne. Kezdjük rögtön, amit a polgármester úr is említett, a Deressa kincsének a másolata a főhelyen, vagy az egyik főhelyen látható. Én azt hiszem, hogy minden Bodrog keresztúrinak tényleg fontos, hogy hazajött ez a kincs. Ha nem is az eredeti arany lelet, de legalább a másolata itt van, meg lehet nézni. Egy másik nagyon fontos vitrin van ebben a teremben, és ott egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes történet, ami a Bodrog keresztúr nevét az archeológia világába ismerté tette, hiszen az archeológia ismeri ezt a forgalmat, hogy Bodrog keresztúri kultúra, és hát amiről a polgármester is beszélt, időszámításunk előtt 3000-el olyan leletek, olyan tárgyak láthatók itt, amiért bizony messzi-messzi városokba kell elzavándokolni, hogy az ember ilyen tárgyakat, kincseket. Nem vagyok avatottja értője a történetek, menjenek le, nézzék meg, és fogják látni ezeket a dolgokat. És jön egy érdekes audiovizuális történet ebbe a terembe, hiszen összeszedtünk Bodrog keresztúr életéből 18 stációt, 18 fontosabb, meg nem annyira fontos történetet, és ezeket beletettük egy-egy fiókba. És hogyha ezeket a fiókokat kihúzzák, akkor ezekkel a történetekkel, ezekkel a kincsekkel kapcsolatosan egy további információt kaphatnak, hiszen elindul egy videóvetítés, ahol meg lehet hallgatni, meg lehet nézni, amit ezekről lehet tudni. Én azt hiszem, hogy tanulságos lesz a helybélieknek is, fontos lesz az itt felnövő gyerekeknek, és izgalmas, érdekes történetek lesznek a ide látogató turistáknak is. Technikai információ annyi, hogyha ez egy műszaki megoldás, hogyha megfogják a fióknak a kilincsét, vagy belenyúlnak ebbe a húzókába, akkor hamarosan elindul ez a program, és végig lehet nézni. Még annyi technikai dolgot, hogy meg kell nézni azt a műsort, ami elindult, addig nem lehet más fiókat kihúzni, úgyhogy türelmet hozzá, és jó szórakozást. Egy teremmel haladunk előre, és itt megint egy kincset, méghozzá egy nagyon-nagyon fontos kincset találunk. A
kiállítási hely nem teszi alkalmassá, hiszen egy pincében vagyunk, nem is túl nagyok ezek a terek, hogy itt egy klasszikus kiállítás falra szegezett képekkel jöjjön létre, de mégis becsempésztünk ide egy kiállítás, méghozzá egy különlegességet. Bodrog keresztúrban, itt a Bodrog partján a vizek, mocsarak, halászok, bárkászok világában egy különleges ajándékot kaptunk. Kunkovács László, Kossuth-díjas fotoművész, és Mikrás kutatóval vannakunkból, aki talán nem is 30, hanem is jóval több, mint 30 év járja a vizek partját, fotografál, és Magyarországon talán biztosan, de Európában is egy különleges gyűjteménye van a halászatról és a halászok életéről. László barátunk adott egy 30 képes kollekciót ide a kiállításnak, és ami ezt teljessé és izgalmassá teszi, hogy személyesen mondja el a felvételeknek, a fotográfiáknak a történetét a képeken, illetve a képek alatt. Ebben a teremben még néhány, hogy maradjunk a vizek partján, néhány hagyományos veszőbőrfonok halászszerszámot fognak látni, és van egy kis bodrogkeresztúri kedvesség, négy kis kivetítőn futnak fotósorozatok, ahol a bodrogkeresztúr életéből lehet részleteket, képeket látni. Tovább sétálva ebből a teremből eljutunk a barátsághoz, hiszen mint mondtam, visszafelé haladunk a legtávolabbi pontról, a testvértelepülések tervével jutunk el. A középen egy nagy térképen, Európa térképeken meg is tudjuk nézni ezeket a távolságokat, meg a országokon belül is a településeknek az elhelyezkedését, és több vitrínben pedig azok a kis kincsek, szintén kincseknél tartunk, amiket a települések ajándékba, emlékül hoztak Bodrogkeresztúrba, ezekből látható egy kis kiállítás. Fontos része ennek a teremnek, azért ami lokális és ami helyi, hogy a helyi termékekből, borokból és kerámiából, lekvárokból, mézből látható egy kis kollekció egy-egy vitrínben. És akkor eljutottunk, mert haladunk a kijárat felé, eljutottunk az utolsó termékbe, és hát ezt nem tudom hányan tudják, hányan nem, hogy ez a helyiség, ez itt valaha Bodrogkeresztúr töblece volt. Ide behajintották a rosszalkodók, tehát az embert kit kihózanodásig, kit hosszabban, és innen vitte majd el a csendőr valamilyen törvényszék elé a távolabbi városokban. Hát ez a börtön volt, tehát ezt néhány felirat is őrizte egészen az utolsó időkig, falra firkált ilyen rabfeliratok. Tehát ez volt az apropója annak, hogy egy kicsit visszahozzuk ezt a börtönt, de ez a börtön egészen másról szól. Egy ilyen kedves, kicsit Füli Jim és gazfiszkó beszél a sorsáról, hogy miért is ül a Bodrogkeresztúri törlőzben, de azért ez az egész története kicsit ettől többről szól, hiszen itt megismerhetjük Bodrogkeresztúrnak a kis gazemberünk történetébe a vásározási múltját, a helyi kereskedésről néhány szót. Közel sem a teljességgel, hiszen inkább egy játék, egy kedves játék, egy kedves emlékezés, egy poén kapcsán. Tehát hallgassák majd meg a rabunkat, aki elmeséli, hogy is került a Bodrogkeresztúri tömlözve. És akkor ezzel végig is értünk a kiállítási termeken. Kívánom, hogy szórakozzanak jól, tanuljanak, vagy kapjanak új információkat, mi igyekeztünk mindent megtenni ezért. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink, kedves barátaink! Kérem, engedjék meg nekem, hogy egy kis személyes élménnyel, vagy dologgal kezdjem. Tulajdonképpen egy ilyen ünnepségen van egy kötelező elem, mindig el kell mondani, hogy milyen forrásból, milyen számon, milyen beruházás néven futott a
a fejlesztés. De ezt most én is kihagynám, ugyanakkor mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ez egy turisztikai megfontolású fejlesztés beruházás volt. És azt, mint tudjuk, hegyaljának a szőlő és borkultúrát tökéletesen kiegészítendő húzó iparága a jövőben lehet a turisztika, most is az, de ezen ugorjunk is. Viszont azon ne, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy hegyalját, a hegyei településeket és azon belül is Bodrog keresztül hogyan lehetne fejleszteni még szebbé, jobbá, otthonosabbá, lakhatóbbá, modernebbé, stb. Tenni. Gyakran beszélgetünk erről polgármester úrral, és volt egyszer egy beszélgetésünk, amikor megkérdeztem tőle, hogy és mit építsünk még Bodrog keresztúron, mi az, amire még szükségük van. Polgármester úr rövid gondolkozás után a következőt mondta. Bodrog keresztúrnak van múltja, erős a jelene, és biztos, hogy lesz jövője, és az itt élőknek, a településnek, az itt élő embereknek van lelke és szíve, tehát hosszú távon adott minden elérni, adott a lehetőség, hogy bármit elérjenek, adott a lehetőség, hogy mindent, amire szükségük van, föl tudjanak építeni, úgyhogy tulajdonképpen a legfontosabb már meg is van. Nos, és hogyha innen folytatnám, ugye a hátam mögött a pincében található, az úgynevezett, hallottuk az előbb bodrogkeresztúri kultúrának egy 6000 éves kultúrkörnek a lenyomata eszközökben. Na de mi a kultúra? Hogyha egy kicsit alaposabban megvizsgáljuk, ez nekünk egy 6000 éves múltat jelent. És szeretnék itt egy kis párhuzamot a múlttal és a jövővel és a jelennel, de hiszen önök is tudják, hogy egy 6000 éves múltra támaszkodni az egy nagyon erős tartást adhat egy embernek, és nagyon erős tartást adhat egy közösségnek. És ennélkül a tartás nélkül feltételezzük, hogy lesz még 6000 éves jövője ennek a közösségnek, de ennélkül a tartás nélkül, ennélkül a tudat nélkül sokkal nehezebb lehet összetartani a közösséget. És higgyék el, hogy ez sokkal fontosabb nagyon sok földi dolognál. A hátam mögé az van kiírva, hogy kincsestár. Na de mi is a valódi kincs? Mert vannak lent gyöngyök, vannak lent leletek, írott és íratlan emlékek, na de a valódi kincs mindig az, ami összetartja és megőrzi a gondoskodó közösséget. És ahogy polgármester úr mondta, mindenki kapott erre a rendezvényre meghívót, de kapott ezzel a meghívóval együtt egy meghívást is, hogy része legyen ennek a közösségnek, sőt az előbb még Fülöp is itt volt, most nem tudom, hogy éppen hova tűnt, de érdeklődve hallgatta a beszédeket, ő is a közösség része. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, azt szokták mondani, hogy azok vagyunk, akikért vagy amiért kiállunk. Mert most ebben a pillanatban is mindannyian, akik itt vagyunk, kiállunk valamiért, kiállunk az értékeinkért, kiállunk a múltunkért, a jelenünkért és a jövőnkért. Ezzel a ünnepélyes pillanattal, ezen az ünnepélyes alkalmon. És talán ebben egyetértenek velem, hogy mindannyiunknak elsődleges feladata és célja a kultúránknak és a közösségünknek a megőrzése, hiszen ebben a kultúrában találhatjuk meg Istenünket és hazánkat. Én kívánom önöknek, hogy mindennapi tevékenységükben tudják megélni mindezt. És abban biztos vagyok, hogy önöknek itt, most és a jövőben is ez nem lesz nehéz, hiszen ilyen nagyszerű közösséggel és ilyen nagyszerű kultúrával rendelkeznek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Kénytelen vagyok még két szót szólni. Ez ünnepélyes alkalomra a következő meglepetéssel szolgáltunk a jelenlévőknek és Bodrogkeresztúr község polgárainak. Valamikor ott a 70-es, 80-as években egy hölgy írt egy könyvet. A hölgyet úgy hívták, hogy Dobos Klára, és ő megírta a Bodrogkeresztúri Mesék és Mondák című könyvet. Ennek analógiájára mi most Csörnök Marion gesztorságában, hogy így mondjam, megírtuk a Bodrogkeresztúri történeteket. E könyvet a jelenlévők, és majdan minden Bodrogkeresztúri polgár természetesen, hogy így mondjam, ingyen megkapja. A jelenlévőktől csak annyit kérek, hogy egy átvételi aláírással legyenek szívesek igazolni, hogy ezt a könyvet átvették, amelyik itt kitett asztalnál lehet majd, hogy mondjam, átvenni. Szokatlan az egész avatóünnepség, mert nem egy szallagot kell átvágni, hisz a gondolataim elején mondtam, hogy nem csak a kincses tárat szeretnénk átadni a bodrogkeresztúriaknak, hanem a közösségi teret is. Ezért engedjék meg azt a formabontást, hogy a képviselő úrral először a közösségi tér szallagát vágjuk át, és hát, hogy mondjam, szerintem egy picit kellő türelemmel mindenki meg tudja nézni, és hogy tovább csigázzuk az idegeket és az érdeklődést, ezért másodszorra fogjuk, vagy a második szallagvágásnál fogjuk a kincses tárt kinyitni az emberek előtt. Kérem ezt a megértést és ezt a fajta, hogy mondjam, együttműködést. Képviselő. Folyamatosan növekedett a Kajhegyalja a mezővárosaiban. Bodrogkeresztúron 1759-ben 14, 1770-ben már 25 zsidó család élt, 1830-ban 230. Mindenkinél van, hogy
és így találkozunk.